Szeretettel köszöntöm a kedves tévé nézőket, a mai napi gondolatunk Lukács evangéliumához kötődik, a 38-44. Versig. Jézus Péter házába érkezik, ahol betegen találja Péter anyósát, meggyógyítja, és ő nagyon sok beteget hoznak hozzá, hogy őket is az Isten szeretetére megajándékozza, vagyis meggyógyítsa őket. A csodák mindig Isten országáról tanúskodnak, tehát Jézus csodát önmagáért soha nem tett. Nem tett azért csodát, hogy őt az emberek ezért imádják, vagy leboruljanak előtt, hogy micsoda hatalma van, hanem egyszerűen az Isten szeretetének a jeleként adja ezt, és az ott lévők újra és újra arra csodálkoznak rá, hogy milyen hatalom van mögötte. És pontosan ez a lényeg. Nem a csoda az, ami hangsúlyt kap, a csoda csak eszköz, hogy a lényegre rávilágítson, hogy az Isten szeretete és hatalma itt van a világban, itt van közöttünk. Nagyon érdekes, hogy Jézus negatív irányban soha nem tett csodát, tehát nem büntetett soha a csodáival, hiszen nem ezért jött, és nem ezért vannak a csodák, hanem Istennek a szeretetét akarja igazolni. Ebben az esetben is ez jelenik meg, az ember a világát elrontotta, Isten pedig az ő szeretetével képes azt jóvá tenni, és ennek a szeretetnek vagyunk tanulni ebben a szentírási szakaszban is. Természetesen, hogyha hittel követjük Jézust, akkor mondhatjuk is, hogy teljes gyógyulás, a lelki gyógyulás is az ő országában mindannyiunk számára egykor kiteljesedhet. Köszönöm a figyelmet!